szeretem magam körbevenni szerszámokkal, jó szerszámokkal, minőségi szerszámokkal. És ez a film most bele fog kerülni abba a sorozatba, hogy egy számítástechnikai rém történetek. Az első filmben is megváltoztatom a környezetet, meg a szereplőket. Tehát ha valaki látta az érsek vadkerti jelenetet, az nem ott történt. Meg nem szeretném, ha bárki magára ismerne, tehát régmúlt dolgokat hozok föl, úgyhogy teljesen felesleges mit tudom, kombinálni. Kamuzok, mint a... Gép. Gép, igen, kamuzok, mint a gép. Folyamatosan. Jó, hát most ez speciál csak arra a történetre vonatkozik. Persze, persze. Tehát a mögöttes jelenet létezik, csak a környezet, ahol megtörtént, akikkel megtörtént, az teljesen meg van változtatva. Ha véletlenül valaki magára ráismer, és megbántottam, akkor jó. Ennyi. Na most itt egy szerkezet. Adi, te megmutatom okay. Közelebbről. Bár nyilván mindenki ismer ilyen... ilyen de te tudod, hogy mi a neve? Hát ezzel internet, de fogalmam nincs, hogy mi a neve, de csak hogy ilyen internet kábeleket lehet vele... telefon, internet, bár egy csomó dolgot lehet vele. Ennek a szerkezetnek az a történet, ez egy minőségi, ez egy nagyon drága kis műszer. Még Budapesten voltunk, és ez most nem megváltoztatás, nem kamu. Még Budapesten voltunk a Guga BT, meg a Pinyó, meg stb. Bejön, rendszeresen járt hozzám egy fickó, mindig eladni ilyen lopott dolgokat. De mindig elhajtottam. Ugyanis ki akar magának kellemetlenséget, tehát hogyha ő ezt el akarja, adja el másnak, tehát nekem van, mit tudom én, egy környezetem, meg családom, meg nem fogok belemenni ilyenekbe. De egyszer csak behozza ezt nekem, hogy 5000 forint. Ránéztem, megnéztem a nevét, hú, már akkor beugrott, hát ez a többszöröse. Viszont ezt naponta használtam akkor. Ez kell. Jó, hát ha te el akarod adni 5000 forintért, tehát akkor add el. Kész. A te dolgod, hát neked 5000 forintra szükséged, ezt vigyed. Nekem erre nagyon nagy szükségem volt. Én nem is tudom, hányszor csináltam ilyet az életemben, nagyon ritkán. Nagyon... Csukd már az ajtót. Légy szíves. Föl kell. Ezért tenni a kamerát egy pillanatra. Addig vigyorgok, jó? Jó, a történet nem is erről fog szólni. És akkor most jön a kamu történet, kamu helyszín, kamu szereplőkkel, de maga a történet megtörtént, tehát ezeket nem azért mesélem el. Csak nem szeretném, hogy bárki... senkinek kellemetlenséget okozni. Nem szeretném, igen, így van, senkinek nem szeretném kellemetlenséget okozni. Illetve az van, hogy rohadtul szar lenne, hogyha valaki fölhívna, hogy bazd meg, az én voltam. Kihívtak, nem is mondok helyszínt. Valahol. Csak egy fröccsöt csinálok magamnak. De mivel nincs szóda, ugye? Megíted a szódámat, mi? Nem, hát még itt van egy van még? Szóda. Bakker, micsoda felüdülés. Atya betyár. Csináljuk meg. Fröccsömet. Bánki szóda, imádom. Fakitermeléshez viszem, mint a gép. Annyira jó, hogy szétmarja a torkomat. Olyan erős. Hagyjuk. Kihívtak egy helyszínre. Sőt, fölhívnak telefonon, azt mondja nekem, hogy van egy router, van egy helység, ahova elér a kábel, és van egy másik számítógép a fiájé, egy másik szobába, és valahol a padló alatt van ilyen cső, ahol elfúrták oda, meg mit tudom én, de a végére nem tudják ráilleszteni a dugócskát. Ott fönt van egy csomó ilyen dugom. Lényeg az, hogy kimegyek, nekem ez egy rohadt egyszerű feladatnak tűnt, egyetlen egy probléma volt.
Előző este ide bejött egy fickó, hozott 2 liter pálinkát. Elbeszélgettünk, sírva fakadt, elmesélte a szarságait, az életét, hogy hogy vált el, a gyerekeivel, hogy nem tartja a kapcsolatot, mit tudom én. Reggel, mindegy, ez ilyen mellékszál. Reggel fölkelek, és akkor ugye jön egy ilyen telefon. Ezért szoktam mostanában kikapcsolni a telefonomat, egyszerűen nem vagyok kíváncsi már semmire. Fölhív, menjek már ki, mert ugye csak a kábelt megoldották, de a dugó nincs a végén, hogy a gyereknek a számítógépe működjön. Kimegyek autóval, de hát már lehetett látni, ugye, hogy szoktam kimenni. Én arra nem ügyelek, hogy hogy kell megjelenni, ügyeljen ő arra, nekem van egy feladatom, én a feladatot tudom elvégezni, tehát rólam annyit elég tudni, hogy én a feladatomat elvégzem, de arra nem ügyelek, és nem is nagyon vagyok rá kíváncsi, hogy hogy jelenek meg. Ha ő arra kíváncsi, hogy hogy jelentem meg, és nem arra kíváncsi, hogy a feladatomat hogy végeztem el, az legyen az ő baja, érted? Én szeretek teljesen természetes közegemben, ahogy én jól érzem magamat, úgy megjelenni, ha meg neki ez gond, és nem tart igényt a munkámra, akkor jó, ha megbántottam, akkor jó. Érted? Nem vagyok már kíváncsi senkire. Én már nem ott tartok, más szinten. Minden megjelenek. Ez is egy csili-vidi szép ház volt. Apuka, anyuka és fiúka. Nagyjából ilyen 15 és 18 közé tendálnám a srácot. Behívnak, de volt egy pici kutya, meg egy pici macska. Kiskorú kutya, kiskorú macska, és én általában rászorítkozom a lényegre, tehát rendben mindig ügyelek arra, hogy cipővel meddig lehet bemenni, ott veszem le. De hát milyen a cipőm mindig? Mindig a tyúkos cipő. Mindig azzal szoktam menni, de pont azért, hogy összezavarjam az embereket. Na mindegy, besétálok a lakásba, és akkor mutatják, hogy hol van a srácnak a szobája, és akkor elkezdeném ezzel a szerszámmal, meg a kivitt kettkábel RJ45-es dugóval elvégezni a munkámat, de nem hagynak, tehát annyira imádnám egyszer, de ezért nem megyek már ki senkihez, meg ezért nem kapcsolom be a telefonomat, mert ezeket már vége, ennek, tehát ezt befejeztem. Tehát nem arra figyelnek, hogy én befejezzem a munkámat, vagy elvégezzem a munkámat, hanem beülök, tehát ott a kábel vége, rendben, megnézem, hogy elér a számítógép, rendben, oké, ott van nálam a dugó, és akkor ilyenkor a színek szerint összerendezni, sőt átmenni a másik helyiségbe, ahonnan mind a routertől, hogy ellenőrizni, hogy rakta valaki össze, hogy ha RJ45-ös UTP-2K-val akar lenni, akkor ugyanazt a szint kell, mert nem biztos, hogy a szabvány szerint rakta össze Raptor, Velociraptor, vagy tyúkjegy. Kérlek szépen, beülök a szobába, rendben láttam, hogy szabvány szerint van összerakva az egyik vége, de a másik végére miért nem rakta a dugót? Ezeket már én nem is csokom össze magamba. Jó. Iszok. Jön az édesanyja. Fiatalember, kér egy kávét. Ezek az offolás témák. Köszönöm, nem. Szeretném elvégezni a munkámat, de ezt nem is így mondtam neki, hanem általában illedelmesen szoktam közölni. Köszönöm, nem tartok igényt semmire. Ezzel nem volt vége. Eltelt egy perc, tudod így, szétszed a kábeleket, most szívesen elővennék egy ilyen kábelt, hogy hogy néz ki, amikor egy informatikus így elkezd egy ilyen kábel véget így ezzel összhangba hozni. Elkezdem így szemrevételezni, hogy ott hogy láttam, a szabvány szerint volt rendben, akkor itt is úgy sorrendbe rendezni, és abba így beledugdosni, és óvatosan, meg stb. És megy, működik, nem jó. Fiatalember, kér egy üdítőt? És ilyenkor már kezd elborulni az agyam, hogy hagyjatok már békén, basszus, nem azért hívtatok, hogy etessetek, itassatok. Hagyjatok a picsába. Hát egyszerűen a feladatomat nem tudom elvégezni, érted? Következő,
sorrendbe raktam a kábeleket, de ez elég sok balászín, zöld, barna, mit tudom, kék, tehát meg zöld, fehér, kék, fehér, mit tudom, és ez ráadásul rohadtul másnapos voltam, tehát úgy szét volt csattanva az agyam, hogy legszívesebben ki sem mentem volna oda, de ugye, hát ha valaki fölhív, szeretek segíteni, mit tudom én, de az agyam az ilyen forrásponton voltam. És akkor bejön a fiú. Egészen addig nem is tudtam róla, hogy létezik. Bejön. Mit csinál? És maga a kérdés feltevése már, tehát a fejemben már láttam előre, hogy ez nem fogott véget érni, hogy válaszolok. Tudathasadást okozott. Nem, előre láttam, hogy hátrát adni fog egyrészt, másrészt. A srác arcán lehetett látni, pontosan láttam, amit előadott. Hát, hogy ő zenész. Ő igazából egy gitáros. És megmutathatnám gitárját. És akkor tudod, ilyenkor előjön belőlem a szülőszerep, tehát hogy van két gyerekem, és akkor valamit akar mutatni. A mondat, ahogy elhangzik, hogy megmutathatom. És akkor most mondjam azt, hogy nem! Hagyjál! Megmutathatom, hogy én mit szeretnék csinálni, a munkámat befejezni, csinálni, nem. Elővette a gitárját, bazd meg. Jó, rendben, nagyon-nagyon szép gitár. Számítógép bekapcsolva. Szóval van a demo felvételeink is. Hú, nagyon-nagyon szerettem volna, ha nem viszi tovább a témát, hanem... Tehát ilyen pár másodpercen belül megoldom a problémát. De ezért nem szeretek kimenni a lakásokra. Senkihez. Semmilyen emberhez, sehova. Hozza ő ide a lakást. De ezért van a bungi. Ezért van a bungi. Tehát ha valamit akarsz tőlem, hozz ide a problémát. Itt megoldom, én nem megyek oda hozzád. És akkor jön a következő probléma. Tehát itt még történtek dolgok, tehát hogy meghallgatni a zeneszámot. És még véleményezzem is. Tehát miért hívtak ki? Hogy egy dugót rakjak egy kábel végére, amit megoldottam volna. Ha nem szól hozzám senki, nagyjából 3-4 másodperc, 10 másodperc, 20, akármennyi, bazd meg, de nem hagynak békén. Érted? Nem hagynak békén, hogy megcsináljam a munkámat. De hát ez milyen szánalmas már, és utána jöttek, tehát a katarzis utána jött, hogy a kismacska, kiskutya bent volt a lakásban, és kérlek szépen, a kismacs elszaladt a kutya elől, és igen, itt ültem a székben náluk, előttem egy számítógépasztal, és így kezembe a kábelek, és így próbáltam összerakni a színeket, meg ezt a valamit így, akkor jó, túltoltam, akkor levágok belőle, jó, rendben. Vagy egyszer csak körülöttem, a lábam körül egy macska, meg egy kutya, és a macska belekarmolt a lábamba. Így szó szerint így kikaparta a bőrömet. Felsziszentem, és bejött a nő. Megpróbálta helyrehozni a problémát. Van semmi probléma? Hagyjál békén! De így magamba, de nem mondtam neki. Nincs, nem illedelmes, nem tudod. Nem történt semmi, csak... De magamba, az meg szeretném befejezni a munkámat. És még mindig arról van szó, hogy kihívtatok ide, bazd meg, és ebből már talán lehet érzékelni, hogyha valaki kihív egy szakembert, hogy javítsa meg a hűtőgépet, a mosógépet, a grillsütőjét, a faszomat, bazd meg. Hagyd a picsába dolgozni, a kurva anyjába hagyja dolgozni, bazd meg, de nem. Előjön mindenki, és ezzel még nem volt vége. A csúcspont az volt, érted, hogy már majdnem közel jártam, tehát már pont a végillesztés be, már csak az kellett volna, hogy összenyomjam. Érted is? Nem! Erre a kutya itt beleharapott a lábamba, bazd meg. Oda jött, elkezdett velem, mert a macska illatát érezte, vagy a kikapart bőrt, vagy ott vér jelent meg, vagy mit tudom én, de oda jött, és így elfeküdt oldalt a kiskutya, és így beleharapott a lábamba, és akkor, jaj, fiatalember, ne haragudjon, mit? És a munkádat nem tudod elvégezni, tehát tulajdonképpen 20-szorosára, 30-szorosára nyúlik azt, amit el tudnék végezni, ha úgy történne, ó, ezt nagyon szépen köszönöm,
Téged ez imádlak. Mobil kocsma. Tehát, ha úgy történt volna, ahogy előre elterveztem, hogy felhívnak, kimegyek a helyszínre, és vagy dudálok a ház előtt, de hát ugye nem szeretek dudálni, mert az olyan alávaló a dudálás. Megjöttem. Hú, de milyen ez, mikor lakótelepen, amikor Budapesten laktunk, aztán hordtam a szórólapokat, és lakótelepen, tudod, valaki, de itt van előtted egy ilyen 1-től 20-ig 10 emeletes, megállsz egy valami előtt, és így nem figyel, hosszabban, még hosszabban, és akkor mindenki kihajol. Hát menj már a kurva anyádba, bazd meg! Hát mi a faszért, miért nem mész föl? Vagy valami? Tehát ez olyan undorító, bazd meg. Ennyi, izé, tehát ez a bogár stílus. Na mindegy. Tehát jött a csattanó, hogy nagyon-nagyon nehezen sikerült befejeznem, de még mindig off voltak, érted, hogy valamit kérek-e inni, vagy... És akkor az ember így sóhajtozik magába, hogy gyerekek, hagyj végezzem már a munkámat el, hagyj szabaduljak meg tőletek, szeretnék hazamenni a saját házamba, tölteni egy fröccsöt, vagy éppen pont ezt, tehát elszívni egy cigarettát, vagy menjetek már a picsába, érted? És akkor a kutya szétharapta a láb, az is beleharapott. És akkor azt, amit a macska így megkarmolt, de valószínűleg megérezte, nem tudom milyen kutya lehetett ez, de nem is érdekel. Ez már nagyon-nagyon régi történet, és senki nem fog magára ismerni, az se érdekel, ha magára ismer, mert rohadtul leszarom, mert már leépítettem az egész számítástechnikát, mert annyira gyűlölöm. Egyszerűen senki nem érti, hogy milyen munkát végzek, de pont ezért építem le. Mert kimész egy helyszínre, és folyamatosan kérdeznek olyan hülyeségeket, ami 20 év tudása bennem van, és meg akarja érteni abba az egy percben, amíg ott így néz a, érted, a számítógép előtt, amikor közben csinálom. És hogyan tudná átvenni tőlem azt a 20 év tapasztalatát, hogy érted, nyomom, és maga most mit csinál? És ez mi? És ezzel is feltart. Érted, tehát kihív egy probléma miatt, és azonnal szeretné megérteni. Én, jó, rendben, értem, hogy szeretne tudni valamit. Tehát el kéne indulni egy irányba, ha szeretne tudni valamit, ahogy én is szerettem volna tudni valamit, elindultam egy irányba, ha erről szeretne tudni, akkor induljon el, azt tudja. Kész, hát ennyi. Sőt, hát volt Budapesten, nyugdíjasokat oktattam informatikára, felhasználás terén, de hát még most is az van, érted, hogy a kedvenceket nem tudják elmenteni, meg ilyenek. Nincs ezzel baj, tehát a baj azzal van számomra, amikor, tehát ezért nem megyek ki senkihez, hogy feltartanak, tehát kihív, hogy végezzek el egy munkát, de nem tudom elvégezni amiatt, mert ott van. Tehát ott állnak mögöttem stresszelve, hogy vajon el tudom végezni, tehát most megbízik bennem, vagy nem bízik meg bennem, a tökömet érdekel, ez nem érdekel, hanem az érdekel, hogyha elmegyek valahova, akkor egy munkát szeretnék végezni. A legjobb az lenne, ha nyitva hagynák a lakásajtót, és így kiállnának az udvarra, de tudod meddig? Egy pár percig. És utána jelentkezünk, hogy sziasztok, kész van, minden rendben van. De tudod, a kedvencem, amikor behozzák a gépet, és így, mit tudom, fölhívom, hogy kész vagyok. És a kérdés jön, mi volt a probléma? Az meg, a saját telefonszámlámra, költségemre, fogom neked elmagyarázni, amit nem értesz? És magyarázhatom neked egy fél órán keresztül, és nem fog bejutni semmi? Biztos vagy ebben? És ezt nagyon rövidre szoktam zárni. Majd személyesen! Elmagyarázom! És persze, le fogom nyomni a telefonomat, kimegyek hozzá helyszínen, és hiába magyarázom el részletesen, nem érti! Akkor miért kéne nekem telefonon keresztül elmagyarázni a saját költségemre. Hát, én szeretem a logikát, érted? Ebbe semmiféle logika nincs, amikor megkérdezi, ez a bogár. Tehát a sötét bogár, érted? Mi volt a probléma? Mégis mit várt? Hogy elmagyarázom,
neki részletesen, vagy éppen inkább leírom neki, sőt, most ott tartok, érted, hogy egy csomó embernek, akinek távirányítást, nagyon kevés ember van, akinek távirányítást vállalok, meg akinek munkát, annyira leredukáltam már az embereket, hogy kinek vállalok munkát, inkább senkinek egyébként, de van egy-két kedves ember, aki mondjuk még belefér a bűvkörömbe, azoknak elvállalom, de egyébként ha fölhív valaki, hogy küldöm rétságra a bagyékhoz, menjetek oda, szopjanak azok, én már nem akarok velük szopózni. Történet vége. Fickó megjelenik. Tudod, láttam addig a gyereket, ja, bemutatta a gitárt, meg a... mit tudom, milyen zenéi vannak, hát kurva nem érdekelt, mert a munkámat szerettem volna elvégezni, nem azért hívtak ki, hogy meghallgassam a gyereket. De egyébként tudod mit, hívjatok fel ezért, hogy menjek ki egy családhoz, és beszélgessünk, jó? De akkor legközelebb ezért hívjatok. Tehát, hogyha azért hívtok, hogy mit tudom, kössek be egy ketkábel, RJ45-öst, akkor hagyjatok békén. De hogyha azért akartok kihívni, megkínálni kávéval, pálinkával, holott látod, hogy autóval vagyok. Ha azért akarsz kihívni, hogy meghallgassam a gyereknek a műveit, hogy ő gitározik, rendben, akkor emiatt hívjatok föl, és türelmesen meg fogom hallgatni. De most komolyan. Bejön a fickó. Tehát addig nem is láttam nagyon. Tehát jó, megjelent mindenki. De addig nem is láttam nagyon, azt mondja nekem, hogy sikerült megoldani a problémát? Nem akartam neki mondani, hogy hátráltató tényezők voltak, de megkérdezte, hogy miért tartott ennyi ideig? Hát ez csak egy dugó. És akkor ilyenkor az ember így magába összeomlik, hogy tudnád neki elmagyarázni úgy részleteiben, hogy értse is. És akkor magamra vettem a problémát. Jó, nem veletek van a probléma, nem veletek történt a probléma, hanem velem. Én vagyok másnapos, a te kutyád volt, a te macskád volt, kacsmád. Nem érdekel, ez önfeláldozó vagyok. Mondom neki, hogy egy kicsit elhúzódott, mert úgy alakult, hogy elrontottam. És akkor tudod, de már az utolsó esélyem kimenteni magam, mert már ott tartottam, hogy nem érdekel az sem, hogy kiről van szó, miről van szó. Már tényleg már a dugó a helyén volt, de bedugtam az Ethernet csatlakozóba, és láttam, hogy van már internet, meg stb. Tehát már kész voltam a munkával, már csak egy dolog érdekelt. Innen nagyon-nagyon-nagyon gyorsan elmenekülni, megszabadulni, a büdös kurva életben soha többet nem látni őket. Kikísértek, így az egész család, érted, a fiú is, aki előadta a szerzeményeit, megmutatta a gitárját, az anyuka, aki mindennel megkínált, az apuka, aki felelősségre vont, hogy miért húzódott el ennyi ideig, és persze az ajtóba szokták megkérdezni, mivel tartozunk, fiatal ember? Mondom, köszönöm szépen! Egy élmény volt, nekem volt élmény, valószínűleg ezért nekem kéne fizetnem. Nem kérek semmit, köszönöm szépen, és nem értették. Érted? Tehát van ilyen az életemben, hogy én nem pénzért dolgozom. És ezért építem le az egészet, és nem akarok tartani senkivel kapcsolatot, meg senkivel, nem akarok senkinek a telefonját fölvenni, a problémáját meghallgatni. Menjen máshova, keressen mást, szopjon vele más, érted? Ez engem olyan szinten fáraszt, mert semmit nem értenek abból a munkából, amit elvégzek. Tudod, miért jó a fakitermelés? Kitermed a fát, kiviszed, eltüzelik, kifizetik. Ez olyan, mint erre szoktam azt mondani, tehát miért szüntettem be például hogy áll az akkumulátor? Még zöld az. Jó, ott az gyönyörű. Amikor ide költöztünk bánkra, tehát előtte ugye számítástechnikai kereskedés volt, és én alkatrészeket, meg bármit, tehát kompletten mindent forgalmaztam. Eladtam, és ott ugye garanciát kellett vállalni rá. Miután leköltöztünk bánkra, rengeteg ember keresett meg engem garanciális okok miatt, és még itt helyben is. Mert eladtam egy routert, és rajta 5 év garancia. Jó, eladom,
kimegyek, bekötöm. Tehát részemről itt letudva lenne. Egy év múlva vihar van, villámcsapás, hívnak, hogy hát, nincs internet, kimegyek. De mondjuk ez mondjuk 30 kilométerre van innen. Kimegyek, és akkor az van, hogy hát kimentem 30 kilométert, látom, hogy a router villámcsapás érte, tehát nem működik. Akkor hazahozom, ki kell vinnem egy másik rútert, föl kell mennem Budapestre, azzal a rúterrel leadni garanciába, az 3-4 hét, és utána tehát addig egy másik rútert biztosítani, hogy működjön, tehát hogy legyen internetük, mert hogyan tudnák elviselni, hogy nem tudnak facebookozni. Ez az összeomlás napja lenne, hogy nem tudnak facebookozni. És jó, utána megint föl kell mennem Budapestre, ja, és mennyibe kerül egy rúter, mondjuk 3-4-5000 forint, ami van, mondjuk 3-4-500 forint hasznom. Mindez erről szól. És utána, mit tudom, fölmegyek Budapestre, visszajön a, tehát tönkrement a router, vadonatújat kapok. Kiviszem nekik, elhozom a sajátomat, de ott a helyszínen, ami történik, és méltatlankodva megjegyzik, hogy hát reméljük, hogy ezzel már nem fog történni baj. 500 forint haszon miatt nekem mondjuk, hogy kimentem 30 kilométert, visszajöttem, fölmentem Budapestre, visszajöttem, elmentem újra hozzájuk, és ezt a végén megkapni. Reméljük, hogy már ezzel nem lesz baj, reméljük, hogy már ezzel nem lesz baj, reméljük, hogy már ezzel, és így beül a fejedbe, de olyan szinten, érted, nem adok el semmit, senkinek. Semmiféle számítást, egy alkatrészre nem vállok, nem vagyok hajlandó garanciát vállalni. Érted? Baszódjon meg az összes ember, aki informatikát akar vásárolni, mástól vásároljon, meg érted? Mást hívjon, nem vagyok kíváncsi már erre az egészre. Imádom a fakitermelést, tehát kérlek szépen, kint vagyok az erdőn, senki nem szól hozzám, és az, amit ott megtermeltem, az olyan, mint a zöldségkeret, imádom a zöldségeseket. Elmegyek egy zöldségeshez, veszek tőle egy pár kiló krumplit. Soha többet nem lát engem. És ugyanannyiba kerül, nagyjából, mint egy router, ugyanannyi haszna van rajta. De hogy, érted, miért kéne egy zöldségkereskedőnek közel lennie a vásárlójához még egy év múlva is? Miért? Garanciális krumpli. Garanciális krumpli, így van. A faszomat. Ezt fogok én, a faszomat fogok, érted, számítástengével foglalkozni. Elegem van, 1995 óta tolom, most van 2015, nem tudom ez hány év volt, de egyszerűen meggyűlöltem, mert akárki idejön, még ha ide is hozza hozzám a számítógépet, leteszi az asztalra, nem tudja, hogy miről beszélek. Ha meg, tehát hogyha, ja, behozza, tegyem le az asztalra és csináljam meg itt. Rendben. Van, amikor belefogok, de folyamatosan belekérdez, hogy ez most mi? Mit csinálok éppen? Tehát nem hagyja a munkámat végezni. És 10-szer olyan hosszú időbe telik elvégezni azt a munkát, amit el tud, tehát így bent fejembe látom, amit szeretnék, de közben itt kihúzza a gondolat, igen, és akkor volt olyan, hogy idejön, leül mellém, 3 perc múlva sírva fakad. A feleség elhagyta, gyerekei nem beszélnek vele, mit tudom én. Tehát én például, amikor, nem tudom, mikor utoljára elvittem a tévémet egy szervizbe, szerinted, amikor bementem a szervizeshez, és a tévét leraktam neki, és elmagyaráztam, hogy ez is ez a probléma, de én rögtön értettem, hogy mit szeretne. Tehát jó, rendben, oké, holnap jöjjek vissza. Oké, beülök az autóhoz, elmentem. Nem ültem le oda, nem fakadtam sírva, nem beszéltem arról, hogy a feleségem félrekefél, nem beszéltem olyanokról, hogy gyerekei nem tárgyalnak velem, és hogy milyen nehéz az életem. Szóval, hogy bassza meg. Tehát nem tudom ezt a munkát már úgy elvégezni, ahogy szeretném. Ezért aztán ezt a munkát már nem is akarom elvégezni. Tehát annyira fárasztóvá vált, érted, hogy az emberek olyan sötét bogarak, érted, ide jön és ide hozza a gépét, és nem hagyja, hogy... Tehát én is ezt szeretném, hogy ide jön, berakja a gépet, lerakja az asztal, és szó nélkül menjen ki. Hagyja itt a telefonszámát, vagy akármi, de már ezt sem szeretném, mert ilyeneket már nem szeretnék. Semmit, nem akarok foglalkozni számítógépekkel.
De a kézenfekvő megoldás az az lenne, hogy bejön, lerakja szó nélkül, és elmegy. Itt vagy egy telefonszámot. Majd értesítem, ugyanis ránézek egy számítógépre, pontosan tudom, hogy mi a problémája. Hát de fölismerem, jó, nem kellenek a külön kérdések nekem mellé, az offolások, meg a belekérdezések, amivel föltart. Amivel 6-szor, 10-szer, 30-szor annyi időbe kerül nekem meg, mindig oda kell figyelni. Igen, nem, és akkor elmagyarázni, hogy ez most éppen mi, ami történik. Amiről fogalma nincs. Érted? Tehát az orvostudomány, a számítástechnika az valahol ugyanaz. A beteget, amikor lefektetik, ezért altatják el. Tehát nekem minden számítógép mögött lévő ember, aki felhasználó, arra lenne szükségem, érted, hogy aludjon. Amíg én ezt megoldom, hagyjon békén a picsába, aludjon, de már befejeztem, tehát már nagyon-nagyon kevés embernek végzek ilyen munkát, aki például tudom, hogy nem úgy jön be, és már érti, hogy milyen ember vagyok, és hogyan gondolkodom, és pontosan tudom, mert már amikor rászólok, hogy kussoljába az meg, akkor érti. És akkor figyelj, mondom, ott az én számítógépem, addig ülj oda, az internetezzél, vagy amit akarsz, foglald el magad, de egy kibaszott szót ne szólj hozzám, mert szeretném megoldani azt a problémát, amit behoztál ide hozzám. És kurvára kussoljál, húzzál a faszom, és nagyon kevés ember van, aki ezt megértette, és őszintén elmondhattam neki ezt így nyíltan. És érti, és nem szólt vissza, nem sértődött meg. Ha meg megsértődött, leszarom, és elment, és eltűnt az életemből, hát tűnjön a faszom, azt menjen másfele, más számítógépes szervizbe. De nagyon-nagyon kevés ilyen ember tartottam meg, aki bármikor is idejött hozzám, és mondtam neki, hogy figyelj ide, hagyjál magadra a számítógépeddel. Megoldom. Ezért hoztad ide. Nem azért, érted, hogy szétkurd még jobban az egész témát is föltartsál. És menj a faszom meg ennyi. Tehát, ha ilyeneket lehet neki mondani, őket megtartom, akivel lehet ilyen hangnemben beszélni. Ilyen durván. És röhög rajta, érted? Mert pontosan tudja, hogy milyen arc vagyok. Leszarja az egészet, hogy így beszélek vele, mert pontosan tudja, nem megbántani akarom, hanem a problémát megoldani. És ezért hozta ide, hogy a problémát megoldjam, de hát már hol tartunk, bakker, hogy így kell beszélni emberekkel, hogy meg tudjam oldani a problémáját. Na mindegy, ezért építem le az egészet. Kapcsolnánk egy picsába.